Szigorúbb lett a kormány által az országgyűlésnek benyújtott Stop Soros törvénycsomag, jelentette be Tuzson Bence, a miniszterelnöki kabinetirod államtitkára, aki itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. Hát jól feldobták az ellenzéknek, pontosabban a migrációt támogató szervezeteknek a labdát már olyan tekintetben, hogy idáig ugye regisztrációhoz kötött volt a dolog, most pedig lényegében belügyminiszteri engedély kell ahhoz, hogy tevékenységet folytathassanak. Már olvastam az interneten, hogy önöket diktatúrával vádolják. Hát valóban több mint 600 észrevétel érkezett a törvénycsomaghoz most ebben a társadalmi egyeztetésben, és ennek a lényege az, hogy az az alapvető cél, hogy a migrációt szervező, finanszírozó szervezeteket képesek legyünk megállítani, nos, ehhez a leghatékonyabb eszközöket kell igénybe venni. És az egyik leghatékonyabb eszköz, hogyha a migrációnak a szervezését, finanszírozását, azt egy engedélyhez kötnénk, egy belügyminiszteri engedélyhez, a nemzetbiztonsági vonatkozások megvizsgálását követően. Tehát ez úgy fog zajlani, hogyha egy ilyen szervezet ilyen tevékenységet akar végezni, akkor be kell ezt jelentenie, és ezután elindul egy engedélyezési eljárás, és az engedélyezési eljárásban megvizsgálják a nemzetbiztonsági vonatkozásokat, a megfelelő szervek lefolytatják az ellenőrzéseket, és utána a belügyminiszter dönt arról, hogy kiadja ezt az engedélyt, vagy nem adja ki. Ez az egyik része a törvénycsomagnak. A másik része az illetékfizetési kötelezettség, van egy úgynevezett bevándorlás finanszírozási illeték, amit azoknak a szervezeteknek kell fizetni, akik ilyen tevékenységet végeznek. Ez 25% lesz, tehát a külföldről bejövő pénzek után 25%-ot kell fizetniük, és ezen felül még van egy további rendelkezés is, egy másik törvény, ami a személyekre vonatkozik, tehát azokra a személyekre, akik támogatják, finanszírozzák, szervezik a bevándorlást. Abban az esetben, hogyha ennek nemzetbiztonsági vonatkozása is lehetnek, akkor el lehet őket tiltani attól a zónától, ami a határ mentén van, tehát a schengeni zónától, a 8 kilométeres sávból, tehát oda nem fognak tudni belépni, vagy adott esetben ki lehet őket tiltani, ez egész Magyarország területéről távol lehet tartani az ország területétől is, hogyha nem magyar állampolgárok. Most a 25%-os illeték az világos, vagy mondjuk úgy idézőjelben, hogy érthető, vagy logikus, de itt a kérdés első részében azért felmerül még egy olyan gondolat, hogy ugye eredetileg regisztrációhoz volt kötve, néhány hét alatt hirtelen ez belügyminiszteri engedélyhez lesz kötve. Mi változott itt a napokban? Ez a 600 módosító javaslat, ez változtatta meg végül a csomagot, hogy ilyen legyen? Összefoglaltuk az összes olyan javaslatot, ami megfogalmazódott, és ez egy olyan javaslat, ami hatékonyság irányába visz el, a törvény célját jobban elősegíti, magát a célt, tehát azt, hogy Magyarországon ne lehessen támogatni, finanszírozni ilyen jellegű tevékenységet. Itt az ellenőrzés mellett, és az ellenőrzés leghatékonyabb volt az, hogyha a regisztráció helyett most már engedélyezés van, és ezért kerül a törvénybe engedélyezés. És ez a nemzetbiztonsági vizsgálat, ez miért kell hozzá? Hiszen egy ilyen típusú tevékenység, a bevándorlás szervezéshez mindig nemzetbiztonsági vonatkozású. Ezért fontos az, hogy alapozzuk ezt meg egy nemzetbiztonsági vizsgálattal, és ennek az eredménye tudja azt eldönteni, amire aztán később a miniszter, a belügyminiszter a döntését tudja alapozni. Na most ugye kétharmados törvénycsomagról van szó, tekintettel éppen a nemzetbiztonsági vizsgálatra is. Meg fogják ezt szavazni? Hát reméljük, hogy igen, úgyhogy remélem, hogy félreteszik az ellenzéki pártok. Persze azért csodát ne várjunk, de hogy félreteszik, legalábbis az ellenzéki képviselőknek egy része félreteszi azt a korábbi álláspontját, amit a támogatók, finanszírozók sugaltak, és végre egyszer a nemzet érdekében cselekszenek. És van tipik, hogy kik fognak úgy cselekedni, ahogy most beszél? Hát tulajdonképpen azt szeretnénk, hogyha minden országgyűlési képviselő átgondolná azt, hogy korábban mit tett, és annak érdekében, hogy az ország megvédhető legyen, hogy a biztonságunk, a napi biztonságunk is megvédhető legyen, és hosszú távon az ország se változzon meg. Olyan maradjon Magyarország, mint amilyen. Maradjon meg olyan országnak, és ne legyen bevándorló ország. Reméljük, hogy ezt is átgondolják az országgyűlési képviselők, és az ellenzéki képviselők közül is lesz olyan, aki megszavazza ezt a törvénycsomagot. Kétharmados szabályokról van szó, tehát mindenképpen szükséges az, hogy ellenzéki képviselő is szavazzon. Igen, igen, éppen ezért kérdezem, és van tipjük, újra kérdezem, hogy honnan vagy melyik pártokból fognak még önök mellett szavazni? Azt hiszem, hogy az ellenzék jelenlegi állapotát nézve tippelgetni nagyon nehéz lenne minden kérdésben. Én azt gondolom, hogy fel kell hívni őket, hogy gondolják át a tevékenységüket, és aztán reméljük, hogy lesz közülük olyan, aki tényleg úgy fogja gondolni, hogy a nemzet érdeke az első. Mikor lesz ez a szavazás? Most a beterjesztés időszakában vagyunk, tehát
a kormány most beterjeszti ezt a javaslatot, a frakció most meg fogja vitatni a javaslatot, és ezután ugye az országgyűlés tárgyalni is fogja. Ez már az országgyűlés rendjéhez tartozó kérdés. Mi azt szeretnénk kérni az országgyűléstől, hogy minél gyorsabban tűzze napirendjére ezt a kérdést. Feltételezhetően ugye még a választási kampányban ezért kérdezem, hogy azért az kritikus lesz nyilván néhány ellenzéki párt számára, hogy hogyan fog szavazni, vagy hogyan nem fog szavazni. Valóban kérdeztem. Ez egy fontos kérdés lesz. Köszönöm szépen, hogy itt volt.